És már vissza is tértünk, és itt is van mellettem Török Feri, sportújságíró barátom. Szervusz Feri! Szervusz Andi, remélem a kedves nézők a késés ellenére is kitartanak a sporthírek mellett. Bízunk bennem, és ma két kérdésünk is van, az elsőt hadd mondjam el én, hogy győzelemmel mutatkozik-e be Pintér Attila szövetségi kapitány csapata szerdán a finnek ellen Győrben a felkészülési mérkőzésen. És mi a másik kérdés? Erdei Zsolttal kapcsolatos. Na, de beszéljünk a fociról. Igen. Jó. Hát érdekes mérkőzés lesz. Pintér Attila nagyon készül erre a találkozóra, illetve nem csak olyan, nyilván a labdarúgói is. És a két csapat között 20 helyezés van a világranglistán, a magyar válogatott 43-ig, az sem egy előkelő hely, de azért a finnek 63-ig kicsit hátrébb vannak. És nagyon tetszik, ahogy Pintér Attila elkezdte a pszichológiai hadviselést, ugye nem csak a labdarúgókat akarja maga mellé állítani, hanem a közönséget is, és azt kéri, hogy mindenki szurkoljon a válogatottnak, nézzék el a hibákat, mert ugye inkább ezeken a mérkőzéseken jöjjenek elő a hibánk, mint majd, amikor tétmérkőzés lesz szeptember 7-én, ugye akkor már az északírek ellen játszunk, ő elviselejtező. Érdekes egyébként, hogy ugye addig még négy felkészülési mérkőzés is lesz, és hát azt mondja Pintér Attila, hogy azért válogat inkább a hazai bajnokságból, ami egy nagyon meglepő dolog, mert ugye olyan játékosok maradtak ki a válogatottban, mint Gera Zoltán vagy Szalai Ádám. Ugye amikor Gera Zoltán nem lehet csodálkozni, mert sokáig sérült volt, talán nincs olyan jó formában. Szalai Ádámnak pedig úgy érzem, személyi okai vannak, ezt akárki tagadja vagy nem tagadja, ez tény is való, hogy már korábban, amikor még nem Pintér Attila volt a kapitány, akkor ugye Szalai Ádám egy nyílt levélben támadta a magyar edzőket, amit Pintér Attila akkor kikért magának. Igen. És ugye akkor volt közöttük egy éles levélváltás. Na most ő, aki akkor ezt figyelemmel kísérte, rögtön föltette a kérdést, hogy illetve amikor Pintér Attilát kinevezték, rögtön föltette a kérdést, kíváncsi vagyok, hogy lesz-e Szalai Ádám válogatott. Hát jelenleg nem válogatott, de ezt most nagyon könnyű megmagyarázni, mert ugye a Sálkében sem kezdik Szalai Attila, ugye Szalai Ádám, úgyhogy most úgy néz ki, hogy szerencsésen alakulnak Pintér Attila csillagzatai, de hát majd látjuk, hogy lesz a folytatás. Igen. Mindenesetre szurkoljunk a válogatottak, és azt mondom, mert ha lenne egy jó magyar válogatott, labdarúgó válogatja az országnak, biztos, hogy sokan örülnének, és még akkor is, hogyha ugye ez még nagyon sok munka kell, de hát emlék, hogy egyszer eljön az az idő, hogy jó csapata lesz Magyarországon. Könnyeket hulajtanánk az egészen biztos. És mi a másik kérdésünk? Másik, hogy Erdei Zsolt, ez a kiváló ökölvívó, ugye, aki idén tölti a 40. életévét, egyéni szünet után ismét szorítóba lép, Kecskeméten a hétvégén, és ez egy Európa-bajnoki címmérkőzés, de most tudni kell, hogy Erdei Zsolt 33 mérkőzéséből egyszer vesztett tavaly, pont egy évvel ezelőtt ugye Monte Carlo-ban, elég kétes körülmények között, ezt az ökölvívó szakértők is, meg az ökölvívó rajongók is ugye nagyon jól tudták, vagy tudják, és 18 KO mérkőzése volt, 33 volt, egy nagyon tekintélyes, és több mint 10-szer vitte meg fénei súlyba, illetve egyszer cirkáló súlyba a világbajnoki címét. Tehát visszatér most egy Európa-bajnoki címmérkőzés erejéig, és az a kérdés, hogy győztesen ő hagyja el a szorítót, illetve hogy lesz-e folytatása ennek a szép sorozatnak, mert akik benne vannak az ökölvívásban, azt mondják, hogy így nem tud búcsúzni madár, ha szabad ezt ugye már becenevén szólítani, így nem búcsúzhat madár, és ők nagyon bíznak abban, hogy legalább még három mérkőzése lesz. De hát ugye nem ők vannak a ringben, nem ők kapják a pofonokat, nem nekik kell felkészülni, hát reméljük, hogy a győzelem madár álláspontját is megváltoztatja majd. Mindeneset az nézők szavazatét várjuk. Igen, 41-51-349, illetve facebook.com/fixhd, ide várunk minden kommentet, illetve hozzászólást, és szerintem Feri, mi kezdjünk is bele a mai témáinkba, méghozzá a kézilabdával folytassuk. Rengeteg jó hírünk van, úgyhogy aki kitap mellettünk, nem fog unatkozni, mi sem. Hát mozgalmas hétvégéje volt a kézilabdásoknak, ezt egyébként már megszoktuk. Ugye a Győr szombaton játszott Ljubljanával, és 24-22-re nyert, ami azt jelenti, hogy most már végérvényesen a győri lányok, mint BL címvédő, megadták a módját, és ismét a legjobb négy között vannak, és a pikantériája a dolognak, illetve a szép része a dolognak, hogy Budapesten lesz májusban a Final Four, és tehát a négyes döntője a kézilabda BL-nek, tehát a kézilabda rajongók nagyon jó mérkőzéseket láthatnak, és minden mellékes, hogy ott lesz a legjobb négy között a győri
társaság is, mint címvédő, és reméljük, hogy nem csak mint címvédő lesz ott, hanem meg is védik majd a bajnoki címet. Igen, bízunk benne. EHF kupa? Székesfehérvár Kolozsvárot vendégszerepelt, és nagyon meglepő módon 24-28-ra győztek. Ez azt jelenti, hogy ők is bent vannak a negyed döntőben, tehát még az EHF kupában is lehet egy finalista csapatunk. Ugye azt ne felejtsük el, hogy a férfiaknál a Veszprém már ott van szintén a negyed döntőben, de ők nekik most két hetes szünet volt a csoportmérkőzésekben. Így csak a lányoknak szurkolhatunk, viszont volt egy nagyon fájú vereség, ugye a Fradi kikapott Dániában a Viborgtól, csúnya 40-32-re kapott ki, és azt mondom, a Fradi, illetve a kézilabda történetében kifejezetten ritkaság, hogy egy csapat 40 gólt kapjon, úgyhogy nem is tudja senki ezt mivel magyarázni. Két reakciót említenék ezzel kapcsolatban, hogy a csapat edzője ugye azt mondta, hogy ezt a vereséget minél hamarabb el kell felejteni. A másik meg, amit mondott, hogy őt még mint edző egy csapat így cserben nem hagyta. Más szavakat használ, de ezt most nem mondom itt a kedves nézők előtt. Tehát lényeg az, hogy a Fradi most ezzel nagyon nagy bajba került, mert nem valószínű, hogy egy hét múlva visszavágón hasonló gólarányú győzelmet arat, és ha ez nem sikerül, akkor kiesik, és mint ő ugye a kekben a címvédő, és akkor ez szomorú ő történelme lesz a magyar női kézlabdának. Igen. Ha már mondtad, hogy kek. Igen. Mivel folytassuk? Síeléssel? Igen. Hát akik szeretik a téli sportokat, azoknak nem volt meglepetés. Tehát az meglepetés volt, hogy Miklós Edit az olimpián 7-ként zárt, és most folytatta ezt a jó sorozatot, a világkupa futamon 5-ként ért célba. Azt mondom, hogy most minden túlzás nélkül Miklós Ediktől beszél a sportvilág, illetve a téli sportok rajongói, mert hogy egy ilyen amatőr módon készülő sportoló így helytálljon a profi között, erre nem igen volt példa, és örülünk, hogy erre pont egy magyar lány képes. Na most a szomorúsága a dolognak, hogy ez a világkupa sorozatnak az utolsó futama volt, és a ranglista pontok alapján sajnos 26. lett Miklós Edit, és csak 25-en indulhatnak a döntőbe, tehát egy helyezéssel sajnos lemarad, de előfordulhat, hogy valaki sérülés miatt visszalép, és akkor bekerült a döntőbe, de ezzel együtt ez példátlan a magyar sí történet, tehát mindenképpen pozitív. És ha igaz az, hogy megkapja a Miklós Edit azt az állami támogatást, amit ígértek neki, akkor bizony-bizony jövőre még több hasonló szép pillanatot szerezhet a sportrajongóknak. Bízunk benne, hát van ideje felkészülni. Hát ahhoz igen kell, már nyári edzőtábor, meg különböző speciális edzések, de hát nem csak ezzel volt, azzal nem igen volt gond, hogy ő hogy edzett, hanem a háttérrel, a orvosi, a gyúró, meg egyéb az anyagi háttérekkel, hova utazzon, stb. De hát hogyha ez most beindul ez a folyamat, akkor remélhetőleg, hogy a folytatás nem marad el, már a sikerekben. Igen, így legyen. Folytassuk jégkoronggal. Hát a székesfehérváriak ugye nagyon-nagyon régen ostromolták az Ebel kupában való jó szereplést, hát most bejött nekik, feljutottak a középszakaszból a főszakaszba, harmadikként jutottak föl, illetve az alapszakaszban ugye elsőjén végeztek és így fölkerültek, egy oszták ellenfelet vertek 3-2-re a hétvégén, és ez azt jelenti, hogy hosszú idő után megint ott lehet egy magyar csapat az Ebel kupa rájátszásában, ami hát a magyar jégkorongsportnak jó, mert mint tudjuk ugye a világbajnoki szereplésben a jó szerepléshez az kell, hogy kemény csatákban edződjenek ezek a jégkorongozók. Igen. Zámbori Bence neve csillan fel előttem. Ő egy nagyon kiváló cselgáncsozó, a Honvéd cselgáncsozó, ugye és a prágai Európa Ligában versenyzett a hétvégén, és nagyon jó kiegyensúlyozott jó teljesítménnyel minden mérkőzését Ipponnal nyerte meg, a harmadik helyen végzett, és azért is dicséretes ez, mert idén ez már a harmadik ilyen
európai ranglista versenye volt Zámori Bencének. Eddig kétszer csak a 16-ig, legjobb 16-ig jutott, de most úgy látszik minden összejött neki, jobban sikerült a formaidőzítés, jobban sikerült ráhangolódni a mérkőzésekre, és a bronzérem lett a jutalma. Egyébként a cselgáncs azok kitettek magukért a hétvégén, mert Zámori Bencén kívül még volt 4 másik bronzérem, illetve még 2 ezüst is. Ugye Bor Bertalan, Csoknyai Mihály, úgyhogy Tóth Krisztián, hogy csak néhányukat említsem, úgyhogy úgy látszik a londoni olimpia óta a cselgáncsozók tartják ezt a színvonalat, és ez egy mindenképpen dicséretes teljesítmény. Gratulálunk Bencinek. Folytassuk öttusával, és nagyon érdekes sor van itt előttem, hogy botrányba fulladt az öttusázók idei első világkupa versenye. Igen, hát ez egy hagyomány, hogy az öttusázoknál a világkupa versenysorozat mindig Mexikóban, Acapulcóban van. Most is így volt, és azért csodálkozik mindenki ezen, mert már nem először rendeztek ott versenyt. Igaz, hogy soha nem volt tökéletes, de ennyire valóban még egyszer sem sikerült. A lényeg az a dolognak, hogy az első nap után a hölgyeknél is félbeszakadtak a küzdelmek, és a férfiak pedig hát szinte rajthoz sem álltak. Ugyanis az történt, hogy olyan lovak kaptak a versenyzők, amelyek hát nem feleltek meg a követelményeknek. Hát nem, hogy ugrani nem tudtak, hanem hát egyszer nem versenyrovak voltak. Ez volt az egyik része a dolognak. A másik, hogy a nagy hőség az olyan szinten igénybe vette, nyilván a lovakat is befolyásolta, a szegényeket, ez a időjárási körülmény, és a versenyzőket is, és a szervezők ugye valami egészen fura módon egy beton kosárlabdapályán helyezték el a vívópástokat, ami ugye alapvetően egy megengedhetetlen dolog, mert ugye hát a vívásnál az izületeket ez rendkívül károsítja, meg hát zavarja a ritmust is, tehát ugye ott nem mindegy, hogy milyen ritmusban lépnek, sasszéznek a versenyzők, és egy beton kosárlabdapályán nyilván ez egy egészen szokatlan helyzetet teremtett, és hát ami még nagyon kiverte a biztosítékot, hogy így mondjam, az uszoda vize nem csak hogy meleg volt, hanem olyan koszos, hogy által 2 méterig nem lehetett ellátni. Most egy nagyon nagy felháborodás váltott ki, nem csak a verseny ellenőrei között, hanem a versenyzők között is, és magyarul félbe szakadt a világkupa, tehát senki nem kapott világkupa pontot, még az első nap után a hölgyek nagyon jól álltunk, mert az első 3-ban 2 magyar is volt, úgyhogy nem hiszem, hogy örülnének a mexikóiak ennek a helyzetnek, már csak azért sem, mert olyan határozat született, hogy egyetlen csapattól sem fogadhatnak el úgymond nevezési díjat. Hát a magyar válogatott egy torontói vagy egy kanadai edzőtáborból utazott el Mexikóba, hát maga csak az utazási költség kitett 4 millió forintot. Na most plusz még a nevezési költség, hát nem kevés pénzbe került ez a csapatnak, és idézőjelvetéve dolga végezetlenül mentek vissza. Tehát a mexikóiak nyilván megkapják a kellő büntetést, de a sportolók ugye pont nélkül maradtak, illetve a további versenyeken kell majd nekik bepótolni a világkupa pontok begyűjtését. Nyilván kiírnak majd egy újabb versenyt valahol máshol, vagy hát akkor helyszín, azt nem tudjuk, azt egyenlőre nem lehet tudni, de a lényeg az, hogy ez példátlan az öttusa sport történetében. Hát értem, még én sem hallottam meg sohasem. Folytassuk sportlövészettel. Európa-bajnokság van Moszkvában, és ugye Mayer Veronika a juniorok között aranyérmes lett, úgyhogy gratulálunk neki, míg a férfi csapat a 40 lövéses testhelyzetben bronzérmet szerzett, úgyhogy egy arany és egy bronzérem az eddigi termés. Ennek azért is örülhetünk, mert igazából az olimpiai számok még csak holnap, illetve ma kezdődnek el, úgyhogy még további érmeket várhatunk a sportolóinktól az Európa-bajnokságban. De gratulálunk neki egyébként, szerintem ez egy nagyon szép eredmény, illetve birkózás is van, ahogy látom. Hétvégén magyar kupa volt, Polyák Imre emlékverseny, és az a nemzetközi mezőjében Lőrinc Tamás megismételte korábbi győzelmét.
és az volt a győzelmének az a különlegessége, hogy azzal a angol versenyzővel, grúz versenyzővel került össze, aki a londoni olimpián is. Akkor 66 kilóban versenyeztek, most 71 kilóban, akkor is Lőrinc Tamás győzött most is, úgyhogy örüljünk ennek, és reméljük, hogy a folytatás is jó lesz. Egy szépséghibája volt a szombathelyi viadalnak, hogy rengeteg sérülés volt, három magyar birkózó is súlyosan megsérült, de reméljük, hogy nem súlyos a sérülésük, és akkor folytathatják az idénben a többi versenyt, és jó szerepelnek majd. Igen, bízunk benne. És végül, de utolsó sorban egy kis futball, végre egy kis hazai. Ez a desszert a sport. Igen. Hát elkezdődött a magyar bajnokság, ugye érdekes eredmények születtek, 5 mérkőzés végződött X-re, ami azt jelenti, hogy a színvonal még mindig nem az igazi. Történt úgymond idézetben egy csúcs is született, hogy több mint egy év után ismét 0-0-ás eredmény született a bajnokságban. Az MTK haladás mérkőzés végződött 0-0-ra, de a két éllovas, a Győr és a Ferencváros is. Győr és a Debrecen is ugye begyűjtött egy pontot, a Fradinak is sikerült egy pontot begyűjteni, de hogy milyen indulatok voltak már az első fordulóban, hogy a Győr-Ferencváros mérkőzésen 3 játékost állítottak ki. Tehát nyilvánvaló a pontvadászat az mindenkit úgymond érzékenyen érint. Meg hát ugye a meccs hangulat még úgy látszik, szokni kell a játékosoknak is. Igen, de ahogy látom egyébként a Budapest Honvéd Újpest az 3-2 lett. Igen, hát 3-2 volt, az egy érdekes, jó, az volt a leggolgazdagabb mérkőzés, de hát az Újpest... Igen, hallottam egyébként, hogy kifejezetten Kispesten lakom, nem messze a stadiontól, és hát hallottam a szurkolóknak a bődült hangulat, hát ugye biztos jó hangulat volt az igen, a mérkőzésen. Igen, és hát ez a gólzápor. Igen, az utána ezzel a vereséggel egy elég... kellemetlen helyzetbe került a tabellán, hátrébb is került, úgyhogy ott mindenki azt mondja, hogy nincs rendben valami a Budafehérreknél, hát még a bajnokságból jó néhány mérkőzés hátra van, majd csak rendeződnek ott a dolgok. Nem akarjuk a vészharangot megpengetni a Budafehér szurkolóknál. Igen, bízunk benne. Illetve látom, nemzetközi fociból sem volt hiány. Igen, a spanyol bajnokság továbbra is ugye szoros. A három éllovas jó mérkőzés volt, a házi rangadó, a két madridi együttes, a Real Madrid, illetve az Atlético Madrid 2-2-es döntetet játszott, Barcelona győzött Almeria ellen, így a Real vezeti a tabellát egy ponttal, a másik a Barcelona, egy pont előnyel, mögötte Barcelona, illetve az Atlético Madrid következik. Hát nagyon-nagyon-nagyon kielezett a küzdelem. Ez is mutatja, hogy szinte minden héten változik, ugye nem csak az élen álló csapat, hanem a pontszámok, a különbségek is változnak. A Bayern München a német bajnokságban legyőzte a Schalkét 4-0-ra, a Milán otthon kapott ki 2-0 az olasz bajnokságban a Juventustól. Az angoloknál pedig az érdekes, az említése méltó, hogy a Manchester City nyerte az angol FA kupát, tehát a Liga kupát a Sunderland ellen 3-1-re, így most már biztos, hogy a Manchesternek biztosítva van a nemzetközi szereplése is, a kupa szereplése az elkövetkezendő időben, illetve nagyon sokan azt jósolják, hogy a City nyerheti meg ismét a bajnokságot, hát szurkoljunk, legalábbis akik az angol focit szeretik, hát nyilván szurkolnak, hogy igen. Így legyen. Igen, és hát az olaszokat se hagyjuk ki. Mondtam, az olaszokat említettem, hogy a Juventus idegenben nyert a Milán ellen 2-0-ra, és az Inter is ugye döntetett játszott a Rómával, és ott változatlanul a Juventus magasan vezeti a tabellát. Igen, szép eredmények. Na hát, alapozzuk fel az étlapunkat, hogy mi várható ezen a héten? A héten ugye, ha focival kezdjük, akkor fejezzük is be focival, ugye? Ugye a nemzetközi bajnokságok, a hazai bajnokság, az NB1 változatlanul várja a szurkolókat, illetve jó mérkőzéseket láthatnak. Lesz a hétközben egy néhány válogatott mérkőzés is, úgyhogy aki szereti a labdarúgást, már pedig nagyon sokan szeretik, nem csalatkoznak majd. Ugye lesz Erdei Zsolt mérkőzése szombaton, Kecskeméten, közvetíti a televízió is, aki ugye nem tudna elmenni a helyszínre, mert minden jegy elkelt már. Lesz vívó emlékverseny, Gerevics Pál, Kovács Pál,
és Kárpáti Rudolf Kard emlékverseny lesz Budapesten a sportcsarnokban. Téli paraolimpia kezdődik Szocsiban, és lesz vízilabda Európa Kupa is. Úgyhogy aki tud, az talál is magának a kedvére és szórakozására való sportesemény. Ez egyértelmű. Feri, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor jövő héten kedden visszavárlak a megszokott időben. Köszönöm szépen, én is minden jót kívánok.